A sajtótájékoztató a PTS Szekszárdi kampuszának főbejárata előtti terén zajlott, melyen jelen volt egyebek mellett professzor dr. Szécsi Gábor, az intézmény dékánja, dr. Dargai Eszter, a Dargai Lajos örököseinek képviselője, és dr. Kriston Vizi József, a Dargai Lajos Művészeti Alapítvány elnöke, aki méltatta ezt a lehetőséget. A karnak mindhárom szakiránya, tehát egyrészt a kultúratudomány, amely számára a Dargai Lajos életmű mind tárgya valóságában, mind pedig dokumentációs anyagékban a fellelt és folyamatosan feldolgozásra kerülő kéziratok formában nagyon izgalmas. A pedagógus képző kar, amely megint csak sokszínű, a környezet esztétikától a különböző nyelvi stúdiumokon át a kulturális közösség szervezésig bezárólag, valamint a vidékfejlesztési kar. Tavaly nyáron létrejött egy sokoldalú művészeti kutatócsoport, melynek magyarországi, többek között dargai tanítványok, illetve nemzetközi tagjai is vannak, illetve partner intézmények is csatlakoztak hozzá. Az együttműködés kapcsán terben van egy galériabeli kiállítás létrehozása és egy dargai szimpózium sorozat, amely az életművet és az életút izgalmas állomásait járja körül hazai és nemzetközi kitekintéssel. Ezt a pandémia miatt a múlt év végéről ez év őszére halasztottuk és halasztjuk, és jövőre lesz ugye Dargai Lajos születésének 80. jubileuma, és erre is már kiállításokkal, kiadványokkal egyaránt készülünk. A Dargai Lajos Művészeti Alapítvány egy éve alakult meg, többek között azzal a céllal, hogy a neves alkotó munkásságát tovább vigye, művészetét életben tartsa. A most köttetett együttműködési megállapodással mindez szintén megvalósul. Az alapítványunk maga ebben egy, ha nem túl nagy képűség, egy közvetítő, katalizátor szerepet tölt be, például a Pécsi Egyetem és egyetem karai felé, a aktív és leendő ifjú értelmiségi nemzedék számára, akik nem csak a humán területen, hanem a környezetvédelemtől kezdve a napi pedagógiában, a tudásátadásban jeleskedhetnek. És számunkra ezért volt igazán fontos, hogy nem várva valamire vagy valakire felső vagy más indítatásból, ezzel a jó ízű kötelességgel találtunk egymásra, és ezt, hogy mondjam, hivatalosan is a szószoros értelmében megpecsételhettük. Az együttműködési megállapodás résztvevője volt még Pándi László, a Duna Régió Vizituristikai Szövetség elnöke is, hiszen a Duna Régió Vizituristikai Szövetséggel és a Dargai Lajos Művészeti Alapítvánnyal megszületett hármas megállapodás a Közép-Dunamenti térség településeinek, közösségi szerveződéseinek, kulturális, társadalmi és természeti értékeinek megismerését és megismertetését célzó közös szakmai, pedagógiai programok kivitelezésére irányult.